A Manon projekt az alapvetően egy design stúdió, szóval termékeket fejlesztünk, és ezen belül is több irányunk van. Vannak újrahasznosító gépeink, amivel műanyag hulladékokat tudunk újrahasznosítani, és egy úgymond haszontalan anyagból készítünk újrahasznos tárgyakat, mint például bútorcsomópontok, szemüvegkeret, pengető, frisbee. Természetes anyagokkal is foglalkozunk. Nagyon fontos az, hogy foglalkozásokat tartsunk, mivel ott tudnak olyan dolgok születni, amiért megéri tervezőnek lenni. Mi van itt a polcokon? Rengeteg anyag minta van, ami újrahasznosított műanyagból van, mint például az a rugó is. Vannak alumínium szerszámaink, amiben bele lehet manuálisan fröccsönteni a műanyag hulladékot, és akkor ebből lehet csomópontokat készíteni. Itt van rengeteg kupak, amiket újra szoktunk hasznosítani. Ezek még az első csomópontok, amikkel egy zöldháznak a szerkezetét készítettük Eindhovenben. Ez ilyen nagy volt, csak időközben mindenki kért egyet belőle, és azóta már csak ekkora. A Malom projekt név régi szélmalmoknak a működése fogott meg. Ugye megmozgatja a szél a lapátokat, akkor az elkezdi örölni a termőföldekről leszedett búzát, akkor a búza megörlődik, a búzával utána elkészítik a kenyeret. Ennek a szervessége az, hogy organikusan beépül az emberek életébe és környezetébe, egy ilyen összekötőként ez motivált. Ugye a modern tervezési irány előtt mindig úgy terveztek a tervezők, hogy a lehető leghosszabban legyen használható, és az életünk része, és olyan formája legyen, amihez tudunk kötődni, és egy szoros együttműködés alakuljon ki a termékkel. És én azt keresem, hogy hogyan lehet újra felfedezni azt, hogy tartós tárgyak készüljenek el, és olyanok, amihez tudunk kötődni.